a sort letter, szerintem már nincs olyan ember, aki nem tud használni. Minden évben maga az adott egy kis különböző vállalkozásokkal köt partnerkapcsolati együttműködést. Így van ez az idén egy Motorola gyártó céggel is. A Valvolinnal kötöttünk szerződést. A Valvolin előny az, hogy Szerbiában létezik gyártással, és itt saját laboratóriumunk van, ahol ki is vizsgálják a bajokat. Akart, hogy bármikor ingyen is bérmentve, hogy mi állapodott olajoknak a minőségét tudjuk ellenőrizni. Ami azt jelenti, hogy adott helyzetben sokkal rosszabb olajpörőd is tudnak elérni a termelők, mint hogyha órára cserélje az olyat. Vagy mi a gépben hamarabb kell cserélni, mert valami meghibásodásra a traktorban, a kombányban, és innentől kezdve megbírni a saját gépét az esetleges további károsodásra. Az Agrotech egyik kimagasló szegmense a terepi szerviz, amit a tudatban tartottak. Egyrészt azt gondolom, hogy büszkén elmondhatjuk, hogy Szerbiában szinte egy évvel alatt vagyunk ebben a szegmensben. Több terepi szerviesünk van, amire adott helyzetben szükségünk van, mivel nekünk van ez mellett egy kamionprogramunk is, és tudjuk az egyik témától a másikba átszervezni a szemüveket. Amikor szezon van, akkor minden termékre elektronikus, kevésbé van szezon, akkor egyébként istenbe segítünk a kamionprogramban. De elmondhatom azt, hogy 6 hét autó állandóan napi szinten is teletem van. Melyek a legyakoribb javítások a tereken? A legelsősorban akinakodból már több mint 2000 darabban haladni Szerbiába, és teljesen is számos, úgyhogy adott legelső feladatunk, hogy a szervizeket csináljuk, ami értelem szerintem garancia egy alap, mint a feladatunk. A 3-4 garancia van már, mint az alapot, mint a fejére, magában egy olyan feladat, ami lefoglal 4-5 szervizestet szinte. Az Agrotech, tudatosan jelen vállalatot az Agrobusz